Megkezdődött a rendkívüli tanév. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában közel 70 gyerek kezdte meg első osztályos tanulmányait. A tanévnyitó ünnepé is rendhagyó módon zajlott, hiszen idén csak az elsősöknek és szüleiknek szólt a nyitóbeszéd, elkerülve a nagyobb csoportosulást. Úgy gondoltuk, hogy az nagyon fontos, hogy őket külön köszöntsük ebben az intézményben, és szép tanévet kívánjuk számukra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy intézkedési tervet, mintát juttatott el hozzánk, ezt próbáljuk betartani, illetve ezt lebontva intézményre szabva protokollt készítettünk a szülők, pedagógusok, diákok, sőt a takarítók számára is. Fokozott fertőtlenítési munkálatok zajlanak, amit megelőzött már egy nagy nyári takarítás. Törekszünk arra, hogy csoportosulások ne legyenek. Az ebédleltetést úgy szerveztük meg, hogy ott is lehetőség szerint kint várakozzanak a gyerekek, csökkentett létszámmal egy időben a szellőztetések számát megnöveltük, illetve napi szinten a takarítónők a sűrűbben használt kilincseket, billentyűzeteket, fogantyúkat rendszeresen fertőtlenítik. Ehhez minden feltétel adott, a fenntartó biztosította a feltételeket. Bíznak benne, hogy nem kerül sor az online oktatásra, de a tavaszi tapasztalatokat feldolgozva felkészültek rá. Március 13-a óta, 4 hónapon keresztül ezt már kipróbáltuk a gyakorlatban. Annak a tapasztalatait levontuk, úgy gondolom, hogy finomítva képesek vagyunk megfelelni az elvárásoknak. A gyerekeket akkor is segítettük informatikai eszközökkel, és azt gondolom, hogy ez most is megtörténik, ha esetleg bekövetkezik ez a helyzet. Abban bízunk, hogy a hagyományos tanév ebben a formában a lehető legtovább tart. Úgy gondoljuk, hogy a pedagógus személyes részvételével zajló oktatás az a leghatékonyabb, úgyhogy bízunk benne, hogy a feltételek adottak lesznek, és ezt a legtovább tudjuk biztosítani. Az új kisiskolásokat még a héten kísérhetik a szülők, de jövő héttől már nem léphetnek be az iskola épületébe. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban is reménykedtek, hogy a 2020-21-es tanév normál keretek között tud majd elindulni. Sajnos ez nem így történt, de nagyon örülnek, hogy a gyerekek végre járhatnak iskolába. Nagyon várták, tehát az újonnan bejövőknek nyilván egy külön felfokozott állapotban vannak, hiszen új intézménybe, új iskolatípusba kerülnek. Már tizedikesek a tavaly évi elsősöknek, ugye félbe maradt az évük, tehát nem tudták úgy befejezni. Aztán most az érettségi a 11-12-eseknek már nagyon fontos, akár előrehozott vagy rendes vizsgaidőszakba teszik meg, tehát nagyon-nagyon várták már, hogy találkozzanak egymással, úgyhogy jó volt látni, hogy örülnek. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon okos, ügyes, szép gyerekeink vannak, akik felelősen, felnőttként tudnak gondolkodni, a józan eszüket megtartva. Én azt tapasztaltam, hogy ugye itt ez a maszkviselés ugye negatív mentális hatásai, akár itt azért úgy is lehet prognosztizálódók, hogy az ember befordul. Ez hál' Istennek nem történt meg. Itt zömmel a közösségi terekben, amikor nagy intenzitású mozgás van, ahol nem tudjuk tartani a 1,5 métert, akkor bár nem előírt, nem kötelező, de azért ezt egy kötelezően javasoltá tettük. Hát ugye a járványügyi protokollnak megfelelően ugye a fertőtlenítő helyek több helyen biztosítva vannak, a takarítónők megemelt számmal és fokozott intenzitással az előírásnak megfelelően takarítási naplót vezetve osztályok között fertőtlenítés, felületfertőtlenítéseket végeznek. Az evangélikus gimnáziumban rögtön az első tanítási napon átestek egy ANTS ellenőrzésen. Hál' Istennek a tiszti főorvos asszony, amikor kiérkezett, 2 órán keresztül itt volt és megcsinálta, végig lefolytatta a protokollt, az ellenőrzést, minden rendbe talált, úgyhogy megnyugodhatnak a szülők is. A vírusjárvány második hullámának bekövetkezése esetén egy B-tervvel készült a gimnázium vezetése. A kialakult órarendnél én azt kértem, hogy a kollégáknak minimum az óráinak az 50%-a kontaktóra legyen, tehát bármikor tudunk váltani. Van egy olyan elképzelésünk is, hogyha helyhez kötöttek lesznek az osztályok, hogy a 9. évfolyamnak ugye az ő neki folyamatosan kellene jönni, hiszen ő nekik a legnehezebb
elkezdeni beilleszkedni ebbe az új típusba. A 10-11-12. Évfolyam pedig 3 hetei rotációnként egy-egy az egyik évfolyam, akkor pihenős lesz, tehát ő online oktatásba részesül. Így biztosítani tudjuk azt, hogy egy diák maximum 2 terembe legyen. Remélik, hogy a rendkívüli helyzet ellenére minden a megszokott módon történhet majd, és nem kell bezárni az iskolákat és teljes mértékben átállni az online oktatásra.